A hazai győzelem után Athénban kikapott 1-0 Marco Rossi magyar labdarúgó válogatottja a Nemzetek Ligája harmadik meccsén. Ma este Észtországban jön a következő fellépés, a csoportot a finnek vezetik. A mi esélyeinkről kérdezzük most a fővárosi vízműveknél labdarúgóival dolgozó Weber György edzőt. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát Gyurikám, milyen az élet a fővárosi vízműveknél? Öntsünk tiszta vizet a pohárba, helyeden érzed-e magad? Öntsünk tiszta vizet, nagyon jól érzem magam, nyugodt az élet, legfontosabb szempont jelen pillanatban ez, és ez az a hely most, ahol valóban lehet a saját magunk szintjén alkotni. Egy nagyon fiatal kerettel dolgozom, tehát gyakorlatilag hétről hétre egy olyan kezdőcsapat lép pályára, amelyiknek 20,6 az átlag életkora, és ezt még tudom fiatalítani is, úgyhogy egy nagyon érdekes és élvezetes munka. Napi szinten edzünk, tehát hiába amatőr csapat, olyannyira, hogy ezek a srácok tagdíjat fizetnek azért, hogy elviseljék esetleg azokat a dolgokat tőlem, amit általában felszoktak rólni nekem, és nagyon élvezzük a közös munkát. Az idei bajnokságban már látszata is van, mert egyelőre a dobogón állunk, és ez azért egy nem várt jó szereplés. Ez közben látod, hogy mi van a magyar labdarúgó NB2-ben, már 25 edzőt hajítottak ki az elmúlt egy évben. Hát nem tudom, te a nyíregyházi munka után most jó időre kipörögtél ebből a körből, ahonnan válogatják az áldozatokat? Hát én azt gondolom, hogy én végleg kipörögtem. Éppen ezért, bár nem ezek a műsorok a témája, én elindultam a civil életbe egy úton, és az mellett dolgozom a fővárosi vízműveg sportkörlabdarúgóival. Úgyhogy így jelen pillanatban most elég kereknek tűnik ez a több lábon állás élete. Igen. A meccset azért gondolom nézel, meglepődtél-e a válogatott görögök elleni athéni produkcióján? Nem lepődtem meg. Gyakorlatilag körülbelül, amit várni lehetett, én azt kaptam. Ugye az új kapitánynál azért látszik, tehát visszamennék a belga szövetségkapitány, az meggyőződésem, hogy bohóckodni jött ide Magyarországra, nem bántva, de gyakorlatilag voltak azért ilyen híreim, első kézből, hogy mi folytott telkiben egy-egy mérkőzés előtt. Én megmondom, a nyaksálaira emlékszem legjobban. Igen, tehát a belvárosban biztos, hogy nagyon nagy sikere volt, de ugye ez időben jött a váltás. Ugye Marco Rossi, hát arról híres olaszok egyébként is, hogy taktikailag nagyon összerakják a csapataikat, az már látszik, tehát azért az egy rövid idő alatt látszott, és Athénban is a védekezés meg volt szervezve. Itt ebben az a probléma, hogy ma már a világon mindenki nagyon meg tudja szervezni a védekezését. A középcsapatok, látjuk a világversenyeken, tökéletesen védekeznek. Még a középcsapatoknál kisebb, igen. És akkor innentől kezdődik tulajdonképp ma már véleményem szerint a nemzetközi futball, hogy az előrejáték milyen. Hiába védekeztünk jól, megoldottuk, teszem hozzá egy elég halovány görög csapat ellen szerintem. Tehát egy villanás elég volt, hogy elvesszük a mérkőzést, és sajnos nekünk nem voltak olyan komoly lehetőségeink. Az egész mérkőzésen nem nagyon lehetett látni azt, hogy mi a labdával mit tudunk, vagy mit akarunk csinálni. Nagyon nehezen szövögettük a támadásainkat, és ami a nemzetközi porondon már kell, még olyan játékosunk nincs, aki mondjuk, vagy játékosaink, akik egy az egybe csellel, bármilyen váratlan megoldással olyan dolgot csinálnak, ami mérkőzést eldönthet. Ott még egyelőre nem tartunk. Igen, amiről te utalsz, ugye ha nézzük ezt a görög válogatottat, tényleg, hát akár a névsorát, meg a mutatott, két meccses mutatott produkciót, hát nem egy különösebben erős társulat. Ott van Mitroglou az Olympique Marseille-ből, aki a gólt szerezte, nem egy rossz futballista, Manolas, Papastopoulos, és akkor körülbelül nem is tudjuk sokáig sorolni az igazán komoly játékosaikat. Mi volt az a különbség, ami nálunk ott hiányzott, hogy mondjuk elől nem tudtuk megtartani a labdákat? Hát ennyi a különbség, ennyi volt végül is ez az egy fejes, mert a görögöknek sem már voltak lehetőségei. Nem ostromolták a kaput. Nem ostromolták, tehát valljuk be, egy elég gyenge színvonalú mérkőzés volt ez tulajdonképpen. Nem csak az, hogy a kapu előtt, tehát maga az, hogy nyomás alatt, mondom, hogy a görögök is azért néha letámadtak, vagy olyan szituációkban, nincsen olyan képességű egyéni játékosunk sok, lesz majd, mert például a Kissallaiban nagyon bízom, hogy ő majd egy
kifejezetten szép karriert fog befutni, mert minden adottság megvan, meg jó helyen is van. Igen, meg az látszott ezen a mérkőzésen is, hogy ő azok közé tartozik, akik bátran elmennek indulni a labdával, megcsinálja a cselt. Egyelőre ugye ez egy fecske nem csinál nyarat, bár néha szép dolgokat is láttam természetesen, de az a baj, hogy ez sajnos ez valóság. Hogy van egy állomány. Van egy állomány, az látszik, hogy a Rossi kapitány azért tudatosan építgeti ezt a dolgot hátulról egyelőre, de ugye ez régi edzői mondás, hogy 35 méterig föl lehet építeni egy csapatjátékát, utána 90%-ban az egyéni képességek döntenek, és hát ebben van szerintem probléma a magyar futball egészében. Igen, erről majd mindjárt beszélünk, mert ezek már mélyebb kérdések, de magánál lennél a mérkőzésnél és Marco Rossinál maradva, az, nem tudom, te hogy láttad, az szerintem jó érzés volt azért az elmúlt időszakhoz, meg akár évekre visszagondolva is néhány kivételtől, az EB megszervezett teljesítménytől eltekintve, hogy ez a válogatott, ez nem volt így megijedve. Tehát hogy próbálta valóban a védekezésbe, próbálta labdákat kihozni, próbált bátrabban futballozni. Ugye ahhoz voltunk évek során hozzászokva, hogy ha hátul megszerzi a labdát a magyar játékos, akkor hát így fenékbe rúgja, és hát ha lesz valami elől, valaki megtartja. Igen. Na most itt azért tulajdonképp, hogyha ugye kicsit ellentmondásosnak is tűnhet, amit mondtam, hogy nincsenek olyan játékosaink, akik a nemzetközi szinten az előre játékban domináns futballra képesek, de hát attól függetlenül, hogyha az egész csapat összetételét, hogy hol játszanak egyesével, azért nem olyan rossz a névsor, tehát van abban Dinamo Kiev, most már Bundesliga játékos 3, Bologna, még ha peremember is néha a Nagy Ádi, vagy azért többen nem mindig standard játékosok, de egyesével azért néhányan jó bajnokságban és jó csapatban futballoznak, együtt még ez egyelőre ebben a C-ligában is ennyire elég. Hiányzott neked Dzsuzsák Balázs a péntekesi csapatból? Nem, különösebben, megmondom őszintén, hogy régóta nem nyújt szerintem olyan teljesítményt, hogy mondjuk könnyeket hullatjunk, hogy nem volt. Nyilván, ha egy nagyon jó formában levő Dzsuzsák érkezik, arra szükség van. Nyilvánvaló, hogy ez majd meg is fog történni, de szerintem neki még kell idő, mert azért jó sokat kihagyott, és azért ott az új csapatában is még biztos, hogy a beilleszkedéssel küzdködik. Illetve nem küzdik, de hát azért az elején tartott is, úgyhogy neki szerintem jó pár mérkőzés kell még ahhoz, hogy olyan formába lendüljön, hogy a kapitány behívja majd. A Sportnapilap olvasói a Mitroglou gólja előtt egyébként hibázó Vili Orbánt látták a magyar válogatott legjobbjának, meg Kádárt, Sallait, legkevésbé meg Szalai és Kleinheisler játéka tetszett a nézőknek, az olvasóknak. Edzői szemmel te hogyan látod az egyéni teljesítményeket? Már a kis Sallaira tettél utalást, nézzük a többieket. Akkor kezdeném előről a Szalai Ádi. Hát ő aztán a leghálátlanabb feladat, amit ő folyamatosan a válogatottban kap. A birkózó magányossága. Hát gyakorlatilag igen. És ugye, mint mondottam, az összevédekezést már a legkisebb európai csapatok is elég komoly szinten meg tudják oldani. Nagyon sokszor előfordul, amire meg te utaltál, hogy régebben rúgjuk föl, aztán majd lesz valami. Hát egyedül elképesztő, hogy milyen harcokat vív, és ugye egy laikus szurkoló szemében ez úgy tűnhet, hogy csetlik, botlik, esik el, holott iszonyú munkát végez. Kevesen ismerik ezt el, sajnos. Igazából az Ádi egy olyan típusú csatár, aki nem egyedül fogja ott kicselezni az összes védőt, hanem igazából a 16-oson belül, hogyha jönnek a labdák jobbról, balról, mélységből, és ezt azért a Bundesligába bizonyítja, mert 200 meccs körül nem lehet véletlen játszani. Tehát fel kéne nőni mögé a játéknak majd, és ez ugye ebben látom, hogy a Sallai az nagyon jó úton jár, és szerintem majd szép lassan azért összeérnek ezek a dolgok, és lesz jó játék, mint hogy a görögök ellen a hazai mérkőzésen ott az egyik gól szebb volt, mint a másik, tehát van remény. A két belső védő jól futballozott, de hát egyetlen egy hiba elég volt igazából, nem is hiba, mert ha nem lenne ilyen, akkor nem lenne gól a futballba. Hát egyszerűen lefejelte a Mitroglou a védőnket. Ugye Vili Orbánnal is kapcsolatban
most mindenki teljesen rózsaszínben látja a világot, hogy van egy ilyen kép, és ez nagyon jó, én is nagyon örülök. Kicsit jobban örültem volna, ha mondjuk a Hazardról derül ki, hogy van egy magyar nagypapája, mert akkor az előrejátékunk lenne. Tehát belső védőt nem bántva könnyebb úgymond kitermelni, vagy legyártani, vagy kinevelni, mint egy ilyen klasszista, aki az előrejátékba. De mindenféleképpen biztos, hogy nagy erőssége lesz azért a magyar válogatottnak. Mit vársz az észtek ellen ma ugyanazt a játékot, mint pénteken? Nem, én az észtek, hát most egyértelműen azt várom, hogy most mi leszünk a dominánsak. Nehéz már ilyet kijelenteni, mert hogyha csak úgy számszakilag nézzük, ugyanannyira kaptak ki a finnektől kétszer, mint mi, ugye 1-0. De szerintem azért az észteknél komolyabb játékerőt képviselünk. Most itt az a kérdés, hogy ezt ki tudjuk-e vinni a pályára, és igenis tudunk-e mi dominálni labda birtoklásban, irányítani a játékot. Nagy Isten pont az előbbiekhez hozzá téve, hogy az Ádámnak egy olyan támogatást a szélekről, hogy jönnek a labdák jobbról-balról. Tehát, hogy ezt a mérkőzést mi irányítsuk, és ez gólokban is nyilvánuljon meg, mert azt én meg kéne nyerni mindenféleképp, ami nem lesz könnyű dolog azért attól függetlenül. Gyuri, azt mondd meg végül, hogy hogyan érdemes hozzáállni ez a magyar válogatotthoz és a magyar futball közeljövőjéhez, hogyha az ember nem akar se egyik, se másik hibába esni, tehát mindent, amit lát, azonnal lefikázni, vagy mindent, amit lát, azon a hurrá optimizmussal nézni két egyenes paszt, hogy most már itt a lehetőség, és nem sokára Európa-bajnoki reményeink lesznek. Szóval valóban egy szűk és vékony állománnyal együtt, megnézve azt, hogy az utánpótlásból milyen srácok kerülhetnek föl, kik hol játszanak Európába. Rövid távon, mi a realista szemlélet, amikor nem csapjuk be önmagunkat? Hát igen, a legfontosabb, talán, amit mondottál is, hogy vagy minden nagyon szép és nagyon jó, és hurrá optimizmus, vagy temetünk. Egy, hogy a kettő közt el kell találni a megfelelő egészséges utat. Na, gyakorlatilag pedig ez megint egy nagyon egyszerű dolog, ha letettük a kapitány, mert most a válogatottról beszélek, akkor őt hagyni kell, ha vannak sikertelenebb időszakok, akkor is meggyőződésem, hogy ő azért az a típusú edző, aki beleteszi mindenét a dolgokba. Valóban van azért egy jó irányba való elmozdulás, most megint hozzáteszem az előző kapitányhoz képest. Az EB csapathoz képest még messze vagyunk, mert ott azért minden összeállt, valljuk be, tényleg ott minden klappolt, ami csak lehetett, de ha 2016-ban meg lehetett csinálni, hogy minden klappol és egy ilyen eredményt kihozni egy EB-n, akkor 2018 és 20 közt is előfordulhat, mert azért azóta is kerültek elő játékosaink, és még folyamatosan jöhetnek. Az utánpótlásból nagyon nehéz egyelőre bárkit is mondani, ugye a Szoboszlai Dominika nagy reménységünk, őt nagyon jól kell majd kezelni, jó helyen van, tehát az biztos, hogy ahol a klubjában dolgoznak vele, ott nagyszerű helyen van, de azt még én úgy gondolom korai volna a nagy válogatottba bevetni, mert arra még biztos, hogy nincsen kész. Mást egyelőre sajnos bármennyire is szeretnék, én nem tudok mondani, aki a közeljövőben a nagy válogatott kapuját fiatal játékos kopogtathatná. Úgyhogy egyelőre szerintem helyek közel ez a 20-25 játékos, akik így a keretben vagy a bőkeretben vannak, nekik kell megoldani ezt a feladatot. Gyuri, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.